Fanny egy csoda. Önmagában egy csoda, talán nem is kellene ennél többet mondani. Nekem megadatott az, hogy megismerhettem őt személyesen is, azután, hogy olvastam már a könyvét, illetve találkoztam az ő életével. És már akkor úgy érdekelt, hogy ki ez a lány, hogy ki ez, aki dacol azokkal a körülményekkel, amelyek körülveszik, aki nem hajlandó tudomást venni arról, hogy ő tulajdonképpen az élet mégiscsak korlátok közé szorította, hanem erről egész egyszerűen megfeledkezve, vagy nem tudomást véve éli az életét, megy előre, csinálja, amit eltervezett, és nem csak a saját céljai foglalkoztatják, tehát nem csak az izgatja őt, hogy hogyan tudna ő fölépülni, hogyan tudna ő kikerülni ebből a helyzetéből, vagy hogyan tudná minél minőségibbé tenni a saját életét, hanem figyel másokra is, figyel a szűk környezetére is, figyel a tágabb környezetére is, és felismerte azt, hogy bizony az ő élete, bizony az ő küzdelmei, azok rengeteg erőt tudnak adni. És aztán talált magának egy társat is, onnantól ez a történet már nem csak Fanny története, hanem Fanny és Sándor története, ami megint csak hihetetlen izgalmas, hogy hogyan talált egymásra ez a két ember, hogy mit tudnak ők egymásnak adni, hogy mi az, amit engednek nekünk, külső szemlélőknek ebből a kapcsolatból megérteni, és mi az, amit mi is tanulhatunk tőlük, amit tanulhatunk az ő életükből, az ő küzdelmeikből és az ő sikereikből. És ez az, amiért én személyesen is igyekszem őket a lehető legtöbb dologban támogatni. A gyerekeink is találkoztak már Fannival, a mai napig tudják, emlegetik, emlékeznek rá, és ők is tátott szájjal hallgatták Fanny előadását, vagy éppen Fanny szavait. Úgyhogy én csak azt tudom kívánni Fanninak és Sándornak, hogy hajrá, hogy csinálják tovább, hogy ezt a missziót, amit ők elkezdtek, ezt folytassák, jussanak el a lehető legtöbb emberhez, és adjanak mindannyiunknak reményt is, adjanak mindannyiunknak kitartást.